Az augusztus 20-ai nemzeti ünnephez kapcsolódva várta az ízek és a kultúra iránt érdeklődőket a Karcagi Birkafőzők Egyesülete. A felújított szélmalmi fogadóház udvarán rendezett szélmalmi forgatag idén is sok ember vonzott. Dériné Művelődési Központtal összefogtunk, és ők segítenek abban, hogy például ezt a színpadot ide tudtuk hozni. Mi pedig biztosítjuk a birkafőzőket, hiszen az egyesületünk erről szól, hogy a karcagi birkafőzőket tömöríti, és hál' Istennek nagyon jó időnk van, és nagyon jó itt az illat. Sajnálom, aki nem tud itt lenni a rendezvényen, hogy érezhetné ezt az illatot. 14-en főznek egyébként az egyesület tagjai közül. Van, aki egyébként nem csak birkapörköltet, hanem egyéb tájjellegű népi ételt is készít. A Bethlen Gábor Alapítvány pályázatán nyert támogatás jelentette a szélmalmi forgatag anyagi hátterét. Ennek köszönhetően tudtak színes és emlékezetes kulturális programot összeállítani a szervezők. Fellépett mások mellett az Erdei Banda, a Püspökladányi Kossuth Olvasókör népdalköre, a Hakme cigányzenekar, de a Debreceni Népi Együttes táncosai is. Így egyáltalán nem véletlen, hogy a 14 főző, 28 bográcsa nagyon rövid idő alatt kiürült. Nagyon sokan jöttek, nagyon nagy az érdeklődés, és hát természetes, hogy nem csak a birka pörköltöt lehetett kóstolni, hanem a különböző kulturális programokon keresztül egy kicsit ízelítőt kaphattak a kóstolni vágyók, az érdeklődők Karcag kulturális életéből, elsősorban a magyar nóta és a néptánc hagyományaiból. Ahhoz, hogy az ideérkezők jól érezzék magukat, és hogy legyen mit kóstolni, legyen mit hallgatni és nézni a színpadon, ehhez mindenképpen szeretnénk gratulálni a Karcagi Birkafőzők Egyesületének, hiszen egy pályázati forrás felhasználásával került megszervezésre, ahogyan a tavalyi évben, úgy idén is ez a nagyszerű rendezvény. Én bízom abban, hogy az Egyesület azt a munkát, amelyet évekkel, évtizedekkel ezelőtt elkezdett, és amely a birkapörkölt hagyományának ápolására jött létre, ezt még hosszú-hosszú ideig tudják folytatni, hiszen Karcagnak egy olyan üde színfoltja minden olyan rendezvény, amelyet ők szerveznek, vagy amelyen részt vesznek, amely hozzánk vonzza a látogatókat, a turistákat, és amely nyilván a karcagiaknak is egy nagyszerű lehetőség. A karcagi birkapörkölt túl azon, hogy hungarikum, a város első számú marketing jelképe. Egyfajta turista mágnes. Ez a mágnes vonzotta tavaly is, idén is a vendégeket a szélmalmi forgatagba, amely jövőre is várja a látogatókat.